fejezet A sínai és a kálvária Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Íme elküldöm nektek illést a profétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet, vagy szó szerint teljesen megsemmisítsem. Malakiás 4, 4 -től 6 -ig. Figyeljük meg, mennyire meghitten kapcsolódik Isten lelke finom térítő munkája a Horeben kielentett törvényhez. Mert a sínai tulajdonképpen Horeb, ahogy ezt 5 Mózes 4, 14 ben tanuljuk. Mózes az úrszolgája azt mondta, el ne felejtkezzél arról a napról, amelyen az Úr a te Istened előtt álltál a Hóreben, amikor azt mondta nekem az Úr, gyűjtsd egybe nekem a népet, hogy hallja beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem minden időben, amíg a földön élnek, és tanítsák meg erre fiaikat is. Oda jöttetek tehát, és megálltatok a hegy alatt. A hegy közepe pedig égigérő lánggal égett, bár sötétség, felhő és homály volt. És szólt nektek az Úr a tűz közepéből. A szavak hangját ti is hallottátok. Csak a hangot hallottátok, de alakot nem láttatok. Kielentette nektek szövetségét, parancsot adván nektek a tíz ige teljesítésére, és fölírta azokat két kőtáblára. Engem is utasított az Úr abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelkezésekre és végzésekre, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy birtokba vegyétek. Amikor az Úr mondja, hogy emlékezzünk a törvényre, amelyet Horebnél vagy Csinainál jelentett ki, azért teszi, hogy megismerjük azt az erőt, amelyel ő a szülők szívét a gyermekekhez fordítja, hogy felkészülhessenek az ő nagy és rettenetes napjára. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Zsoltár 19.8. A hasad cikla Amikor Isten kielentette törvényét a Sinai hegyen, az élet vizének folyója, amely a hórem megütött ciklájából fakadt, még mindig folyt. Ha folyása megszűnt volna, az izraeliták ugyanolyan rossz állapotba kerültek volna, mint korábban, mert ez volt az egyetlen vízellátásuk, az egyetlen életreménységük. A hórebről hirdette Isten a törvényt, ugyanarról a hórebről, amelyből a víz folyt, és amelyik helyreállította életüket. A törvény ugyanabból a sziklából származott, amelyből már folyt a víz és a szikla maga Krisztus volt. 1 Korintus 10. 4. A sinaira jogosan tekinthetünk úgy, mint a törvény szinonímája, de nem nagyobb szinoníma, mint maga Krisztus. Nem több, mert nála van az élet. Jézus mondta, kedvelem teljesíteni a te akaratodat, én Istenem, igen, a te törvényed keblem közepette van. Zsoltár 40. rész 9. verse Következésképpen a törvény Krisztus élete volt, mert a szívből származnak az élet folyói. Példabeszédek 4.23 Ő megsebesítetett ami mi bűneinkért, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Amikor Krisztust megütötték és megsebesítették a kálvárián, víz és vér folyt a szívéből, és az a folyó még mindig folyik értünk. De a törvény a szívében van, és miközben hit által iszunk az életadó folyóból, Isten törvényének igazságából iszunk. A törvény, mint egy folyó érkezik hozzánk, mint az élet folyója. A kegyelmet és az igazságot Jézus Krisztus által kapjuk. János 1.17 Amikor hiszünk benne, számunkra a törvény nem csak a szavak zengése, hanem az életforrása is. Mindez a sínainál történt. Krisztus a törvényadója, a hóreben megütött szikla volt, amely tulajdonképpen a sínai. A folyó élet volt azoknak, akik ittak belőle, és mindazok, akik hálával fogadták el, tudták, hogy az úrtól származik, az egész föld urától. Így biztosak lehettek az Isten irántuk érzett szeretetében, és abban, hogy ő az életük volt, azaz az igazságuk. Így, bár nem közelíthették meg a hegyet anélkül, hogy meg ne haljanak, mint egy bizonyíték arra, hogy a törvény Krisztuson kívül halált jelent, ihattak a belőle áradó folyóból, és így Krisztus életében a törvény igazságából ihattak. A sínainál elhangzott szavak, amelyek ugyanabból a sziklából származtak, ahonnan a népnek életadó vize is, megmutatták az igazság természetét, melyet Krisztus megosztott velünk. Miközben a tűznek törvénye volt, ugyanakkor az élet folyója is, amely gyengéden áramlott. És a Jász proféta tudta, hogy Krisztus volt a sínainál megütött szikla, és hogy ő volt akkor is az egyetlen közbenjáró, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Ezért tudta mondani, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. A régi izraelitáknak hangsúlyozták azt a tanítást, hogy csak Jézus Krisztus keresztje által jön a törvény, mint élet az emberekhez számunkra ugyanez a tanítás a fordítottjával együtt, és pedig, hogy az igazság, amely a kereszten áldozott élet által jön hozzánk, kifejezetten az, amit a tíz parancsolat megkövetel, és nem más. Olvassuk el! Mit jelentett ki Isten? Első. Én, az Úr vagyok, a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Második. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt hat napon át és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgál, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék, Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. 5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te neked. 6. Ne őj. 7. Ne paráználkodjál. 8. Ne lopj. 9. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Tizedik. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Ez a törvény hangzott el a sinai hegyen, félelmetes körülmények között annak ajkáról, akinek élete volt és van, és akitől eredt a folyó, a saját feláldozott élete az emberekért. Sínainál volt a kereszt a gyógyító, életadó folyójával. Ezért a kereszt, mint történelmi esemény, nem hozhatott változást a törvényben. Az élet, amely Krisztustól származott, mind a sínainál, mind a Golgotánál azt mutatta, hogy az evangéliumban felfedett igazság nem más, mint a tíz parancsolat egyetlen jótát vagy szó töredéket sem lehetett eltávolítani belőle. A sínainál tapasztalható félelmetes megnyilvánulás a Golgután is jelen volt, a sötét felhőben, a földrengésben és Isten fiának hangos kiáltásában. A sínainál a megütött szikla és a folyó a kálváriát jelképezte. Kálvária volt ott, tehát a valóság az, hogy a kálváriáról a tíz parancsolat azonos szavakkal jelentetett ki, mint a sínainál. A kálvária nem kevesebb, mint a sínai. Felfedi Isten törvényének fenséges és változhatatlan szentségét, amely annyira fenséges és változhatatlan, hogy még Isten fiát sem kímélte meg, amikor bűnösök közé számláltatott. De bármennyire nagy lenne a törvény által inspirált félelem, annál nagyobb a kegyelemből származó remény, mert ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Minden dolog mögött Isten kegyelmi szövetségének esküje áll, biztosítva a törvény igazságát és a tökéletes életet Krisztusban. Ezért bár a törvény a halált jelenti ki, ő csak megmutatja, milyen nagy dolgokat ígért Isten, hogy megteszi azokért, akik hisznek. Ez arra tanít, hogy ne bízzunk abban, ami testi, hanem lélekben imádjuk Istent, és örvendezzünk Jézus Krisztusban. Így Isten megpróbálja népét, hogy megtanulja, az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. 5 Mózes 8. 3. Így módon látjuk, hogy a törvény nem ellentétes Isten ígéreteivel, akkor sem, ha nem adhat életet. Éppen ellenkezőleg hangos mennydörgéssel támogatja az ígéreteket. Mert ha tudjuk, hogy Isten esküje mindörökké változhatatlan, a hívő számára a törvény legnagyobb követelménye is az ígéret teljesedését jelenti. Így hát Jézustól lévén tanítva tudhatjuk, hogy az ő parancsolata Örök élet. Döprezent Rút 1896. november 26.